közel 20 éves a cég, a Royal Marine Kft. A mezőgazdasági gépekkel nemrég kezdtünk el foglalkozni, egy körülbelül 5 éve. Először kezdtük a Belarus MTZ traktorokkal, majd nagy szerencsénkre elég gyorsan felfutott a cég, tehát szerencsére volt egy VP kertészeti pályázat, ami lehetőséget nyújtott, hogy közel 100 traktort eladjunk egy év alatt. Ezáltal a cégünk a magyarországi piacon mezőgazdasági gépek területén MTZ-ben az első helyen áll mai napon már a gépek forgalmazásában. Majd voltak némi problémák a forgalomba helyezést illetően, és mi leszerződtünk egy lengyel gyártóval, a Farm Truck-kal. Ezt a traktort itt láthatjuk szembe az MTZ-be. Ezt a traktormárkát azért hoztuk be a céghez, hogy ki tudjuk váltani az MTZ-t, amennyiben nem forgalomba helyezhető, de szerencsére a mai napra már minden rendeződött, úgyhogy egyaránt Belaruszt és Farm Truck-ot is bele tudtunk tenni a pályázatokba. Majd ugye a pályázatok által elég sok munkagép igényünk is lett, tehát pótkocsi, permetező, szárzúzó, talajmaró vagy bármiféle munkagépet be tudunk szerezni már. Körülbelül olyan 100 céggel lettünk kapcsolatban az elmúlt 2 év során, úgyhogy igazából bármit be tudunk szerezni, ami az ügyfeleinknek igénye. A Mercantillal állunk kapcsolatban, ők az első számú leasing cég, akivel finanszírozni szoktunk. 10-20%-os önerővel már lehet finanszíroztatni a gépeket. Viszonylag olyan 4-5 nap az átutási idő, ami nálunk úgy ügyintézésbe időtartam. És elég sokat finanszírozunk, tehát a gazdák szeretik, ez egy elég kedvező finanszírozási ajánlat, olyan 3,5%-os THM-mel már indíthatók a leasingek, de természetesen más cégekkel is, hogyha az gazdák kérik, akkor intézzük a leasinget, bár jobban szeretjük a Mercantilt a rugalmasságuk miatt. Az MTZ biztosít nekünk mindenféle szervizigényt vagy panaszbejelentés, de hála Istennek nem volt jellemző ez az MTZ-re az 50, tehát a kötelező üzemórák után az olajcserék, amiket intézzük. Igazság szerint szervizben nem sok probléma volt eddig, de hogyha volt, akkor azt elég rugalmasan kezelte az MTZ, a Farm Truck-nál pedig ugyanaz a helyzet. A szentőzi gazdapokon mióta kiállító a cég? Tavaly voltunk először, idén már másodjára veszünk részt, igaz, kicsit az utolsó pillanatban sikerült foglalni a helyet, de azt gondolom, hogy elég jó helyre sikerült így is bekerülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy jövőre is jönni fogunk, mert eléggé szeretünk itt lenni, és a gazdák is szeretik a standunkat, tehát elég sokan jöttek ugyanúgy, mint tavaly.